A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy ünnep, a szabadság ünnepe. Ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel szájjal mondták Petőfi Sándor után az esküszavait. Tisztelt ünneplő közönség! Arany János március 15-i gondolatainak jegyében kérem, fogadják szeretettel a Lónyai Menyhért Baptista szakgimnázium és szakközépiskola tanulóinak ünnepi műsorát. Februárjában, Párizsban 100 000 ember kelt fel a gyűlölt király Lajos Fülöp katonái ellen. Kitört a párizsi forradalom. Kicsivel később Bécsben is kigyullad a forradalom lángja, követi Berlin, a délvidék. Egész Európa forrong. De mit tesz közben a magyar nemzet? Dicsőséges nagyurak! Hát, hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok? Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jószoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába, rimánkodott a szegény nép, de hiába. Állatoknak tartottátok a népet? Hát, ha most, mint állat, fizetti néktek. Ha megrohan, mint vadállat bennetek, s körmét, fogát, véretekkel festi meg. Hanem mégse! Atyafiak, megálljunk! Legyünk jobbak, nemesebbek önnáluk. Isten neve után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg becsülettel nékiek. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, s örömében, mindenható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. Felejtsük az 1000 éves kínokat, ha az Úr most testvérének befogad, ha elveti kevésségét, s címerít, s teljes egyenlőségünk elismeri. Neves urak! Ha akartok, jöjjetek! Itt a kezünk! Nyújtsátok ki kezetek! Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak! Szüksége van mindnyájunkra a hazán! Nem érünk rá várakozni! Szaporák! Ma jókor van, holnap késő lesz talán. Petőfi Sándor vagyok. Az én nagy részét ébren töltöttem, és feleségemmel azon tanácskoztunk, mit kellene tenni. A forradalom legelső lépése, és egyszeres, mint főkötelessége, szabaddá tenni a sajtót. Ezt fogjuk tenni! Ezt fogjuk tenni! A Pilvax kávéházból indultak. Petőfi, Vasvári, Irényi, Jókai és sok száz egyetemista lefoglalta Landerer nyomdáját, mert az volt a legközelebb hozzájuk. Kinyomtatták a 12 pontot.
amelyet élünk, komolyabb teendőkre szólít föl bennünket. Európa minden népe halad és boldogul. Haladnunk, boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Követeljük jogainkat, melyet eddig tőlünk elvontak. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereget. Közös teherviselést, képviseletet egyenlőség alapján. Úrbéri viszonyok megszüntetését. Esküdszéket. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Úgy legyen! A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió vagy Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Ezen jogokat követelni tartozik a nemzet, bízni önerejében, az igazügy istenében. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Délután 3-ra gyűlés hirdettünk a múzeum terére. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, ahonnan a városházára mentünk, hogy a 12 pontot magukénak vallják, a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A múzeum nagy lépcsőzetéről elvonult sokaság, a városházi tér és a városház tanácskozási termeit foglalta el, hol a polgárság és a nép az első tanácsi és közgyűlés tartán nyitott ajtóknál mindenkinek befolyása és jelenlétében. Előadatok a kívánságok, s az, hogy a tanács írja alá azokat. Katkovics városi közjegyző jelentette, hogy a nép szava Isten szava. Úgy van! Holovics tanácsnok azt sugalta, hogy a közkívánságok még bővebb tanácskozást kívánnak. Ezen pontok fölött a nemzet már 50 éve tanácskozik. Rottenbiller alpolgármester közölte, hogy nem szabad Pestnek hátra maradnia a többi európai mozgalmaktól, nehogy egykor bélyeget süssön rá a história. Úgy legyen! Erre Klauzál Gábor emelte komoly szavát egy komoly pillanatokban. Meggyőző okainak nem lehetett ellenállni. A polgármester és szószólói aláírták a 12 pontú nyomtatványt, és a városi pecséttel ellátva kimutatták a városház elé összegyűlt roppant néptömegnek. Igen! Soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink. Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughattak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Sehol nagy bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Fényesebb balansznál a kard, jobban ékesíti a kart. És mi mégis láncot hordtunk, ide veled, régi kardunk.
A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak. S áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ezen egész idő alatt szakadatlanul hullott az eső, s míg más országokban eltakarodott ilyenkor a nép mozgalmi helyéről, a magyar hős kitartással tűrte a zuhanyolást, pillanatig sem tágítva jogszerű követeléseiben. Bebizonyította ezáltal, hogy megért immár nem csak a jogokra, de még példaadásra is. Két angol utazó érkezett március 15-én városunkba. Ezek Palermóban voltak, mikor ott a forradalom kiütött. Békeszerető lordok lévén onnan rögtön indultak Milánóba. Amint odaértek, kiütött a forradalom. Itt ismét felpakoltak, mentek tovább Párizsba. Alig voltak ott egy hétig, kiütött a forradalom. Itt szintén felpakoltak, mentek tovább Münchenbe. Alig szálltak le a kocsiról, ott is kiütött a forradalom. Rohantak Bécsbe. Itt végig sem mentek a városon, már állt a forradalom, így ezek mindenütt magukkal vitték a forradalmat. Csak odalát, odát még uraim, itt meg ne állapodjanak, menjenek, járják be az egész világot! Egyszerre az a hír szárnyal,
hogy katonaság jön. Körülnéztem, hogy az arcukat vizsgáljam. Egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden ajkon e kiáltás. Fegyver! Fegyver! Budára! Budára! A helykattó tanácshoz! Budára! A hídon már 20 000 ember vonult. Munkások, nemesek, diákok, polgárok, magyarok, németek, mindenféle nemzetiségű gyárdolgozók, célegények. Élén a márciusi ifjakkal. Estére már legalább 20 000 ember vonul, zajongva a várba, hogy megnyissa Táncsicsnak börtönajtaját. Az a maroknyi fiatal toborozta néhány óra alatt ezt a töménytelen népet. Ez volt a forradalom következő logikus lépése. Így kellett cselekedni. A nagyméltóságú helytartó tanács sápat vala, és reszketni méltóztatott. De 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. És megnyílt a fogóinak börtönajtaja, s őt képzelhetetlenül meglepetve vezették ki fogságából. A nép diadalmenetben hozta Pestre a jobbágyfelszabadítás vezérét, Táncsics Mihályt. Éljen Táncsics Mihály! A nép rendere! Éljen Táncsics Mihály! Megdöbbenve hallám börtönömben, a kiszabadításomért jött nép háborgó tengerének moraját, s midőn megtudtam, hogy szabad vagyok, s midőn látám, hogy velem együtt népem, testvéreim is szabadok, s midőn barátim és megszabadítóim öleltek, csókoltak, az elfogultság miatt nem tudtam megszólalni. Csak égő könnyeim beszélték ki helyettem forró hálaérzelmeimet. Éljen Táncsics Mihály, a nép embere! Éljen a sajtószabadság! Éljen a szabadság! E hős ifjúság vezére voltam, e nagy tetteknél. Egy ilyen nap vezérsége, s díjazva van az élet. Napóleon dicsősége, te veled sem cserélek. Nagyapáink és apáink, még egy 100 elhaladt, nem tövének annyit, mint mink 24 óra alatt. Ott áll majd a krónikákban neved, pesti ifjúság, a hon a halála órában benned lehet orvosát. 22 éves vagyok. Fiatal, de nem cél nélküli. Az általam kitűzött végcélért kész vagyok harcolni, ha kell, életemet áldozni. Bízom abban, hogy eljön az a kor, midőn a nemzetek nem fogják egymást üldözni. A forradalom kiütött. Magyar hon dicsőséges napjait éli. Béke, szabadság és egyetértés. Béke, szabadság, egyetértés! A nép kivittó jogait egy cseppél nélkül. Legyünk rajta, hogy ez a béke vidéken is föntartassék. Isten és szabadság lelke velünk. Éljen! Ó, szabadság! Hadd nézzünk szemedbe. Ó, sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísértet, bolygott lelkünk, a világban érted. Arra a napra emlékezünk ma, amely elindította a magyar nemzet szabadságharcát. Hajtsunk hát fejet a hősök emléke előtt, helyezzük el az emlékezés virágait. Petőfi naplójából. Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet.
Ó, szabadságunk! Édes, kedves újszülött! Légy hosszú életük e földön! Élj addig, még csak él egy magyar! Ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szenvedő gyanánt! S ha előbb jön rád a halál, ránts magaddal sírodba az egész nemzetet, mert tovább élni nélkül egy gyalázat lesz, veled halnia pedig dicsőség.